Ebben a videóban a kanabisznak a fiziológiás és pszichés hatásairól fogok beszélni, valamint kockázatairól és lehetséges hosszú távú hatásairól. A marihuána növényben több mint 60 féle különböző vegyület található meg, ezeket összefoglaló néven kanabinoidoknak nevezzük, de a legismertebbek és a hatások szempontjából kiemelhető a THC, és a CBD. A THC vagy tetrahidrokanabinol az tulajdonképpen az egyik fő pszichoaktív hatóanyag, amit a rekreációs célú fogyasztók nagyon élveznek, hiszen ennek van egy ilyen euforizáló hatása, ettől érzik magukat úgymond betépve. A CBD vagy kanabidiol lényegében ilyen jellegű módosult állapotot nem idézelő, hanem inkább ezért a gyógyászatban használják, akár a szorongás csökkentésben az alvás segítő tulajdonságai vannak, illetve krónikus fájdalmaknál is tudja csillapítani a fájdalmakat, tehát ő konkrétan a CBD-nek van orvosi felhasználása is. A magyarországi törvényi szabályozás szerint a 0,2%-nál alacsonyabb THC tartalmú ö, kenderszármazék az még nem számít illegálisnak, viszont a 0,2%-ot meghaladó THC tartalom, ami ugye felel a tudatmódosító hatásért, az már illegális szernek minősül, tehát ugye Magyarországon a pszichoaktív kanabisz használat az ö, illegális. A kanabiszt leggyakrabban ö, elszívják, tehát ö, dohány mellé keverik, és úgy tekernek egy cigarettát, ezt jointnak hívják, ö, ritkább esetekben pedig van, hogy ételekbe belerakják, mondjuk belesütik ö, süteménybe. Ö, ez azért lehet kicsit ö, problémás, mert a Hatás nehezen kontrollálható, hiszen még az elszívás esetében néhány percen belül jelentkezhet a THC-nek a hatása, még hogyha ö, megesszük, akkor néhány óra múlva jelentkezik a hatás, így lehet, hogy az elején nagyon sokat eszünk belőle, mivel nem érezzük a hatást, és néhány óra múlva viszont nagyon erősen jelentkeznek, akár már a kellemetlen hatások is. De miért tartalmaz egy növény THC-t? Ezzel foglalkozók azt mondják, hogy valószínűleg hasonló okokból tartalmazza a növény a THC-t, mint ahogyan a koffeint vagy a nikotint ugye az adott növények, mert hogy ez megvédi őket a kártevőktől például, tehát ezek olyan anyagok, amik miatt a kártevők kevésbé szeretik fogyasztani. A THC-nak egyébként magas az UVB abszorpciója, tehát elnyelése, ami azt jelenti, hogy a napból érkező káros sugaraktól is ö, védi a növényt. Egyébként az ember is termel kanabinoidokat, tehát van egy belső endokanabinoid hálózatunk, vannak kanabinoid receptoraink és ezért is tudhatni ránk ez a növény, hiszen rendelkezünk ilyen receptorokkal. Belsőleg termelődő kanabinoid például az anandamid. A kanabisz fogyasztásának a hatása egyénenként eltérő, először is tekintetbe kell vennünk, hogy milyen növényt fogyasztunk. A különböző növényekben különböző arányban van jelent például a THC és a CBD tartalom, ha egy olyan növényi részt fogyasztunk, amiben magasabb a THC tartalom, az erősebb betépettségérzéshez érzéshez vezet, a CBD tartalom meg inkább egy ilyen nyugtató, relaxált állapotot tud előidézni. De egyénenként is eltér, hogy kinél pontosan milyen hatása van a kanabis fogyasztásnak. Nézzük meg a kanabisnak a gyakori fizikális hatásait. A fogyasztáskor ugye megjelenhetnek a belövelt konjunktívák, tehát ilyen vöröses lesz a szem, az étvágy fokozódik, a szexuális motiváció szintén fokozódhat, a szívritmus is gyorsulhat. A pszichés hatások közé tartozik az, hogy az észlelés megváltozhat, sokkal erőteljesebben érezheti az ember, vagy érzékelheti az ember a, a látvány elemeket, tehát a színeket, a formákat, vagy a hangokat. Szokatlan képzettársításai fordulhatnak elő. Úgy is mondhatjuk, hogy kreatívabbá válhat az ember. Ugye nagyon sok művészer fogyasztás hatására tud mindenféle újító ötlettel előállni. Jellemző lehet a halucinogénekhez hasonlíthatóan ilyen megértés, élmény, illetve filozófikus gondolkodásmód, de olyan is lehet, hogy az ember befelé fordul, elzárkózik mondjuk a, a külvilágtól. A beszédre jellemző lehet magasabb dózisoknál, hogy korülményes és érthetetlenné válik, nehezen fejezi ki magát, és egyébként a kutszerhatás következtében létrejöhetnek kellemetlen élmények is, ilyen például a szorongás, a paranoid üldöztetéses élmények, vagy akár a halucinációknak a megjelenése. A hangulatra jellemző lehet a nyugodt, ellazult, illetve az emelkedett, euforikus hangulat is. Szerfogyasztása alatt a memória teljesítménye csökkenhet, a figyelem fókuszálásába is nehézségek állhatnak elő. A kanabisz használattal kapcsolatosan megjelenhet káros szerhasználat, abuzív módon való használata a szernek, illetve konkrét függőség is létrejöhetett szerfüggőség. A megvonási tünetek közé tartozhatnak az erős szorongás, ingerlékenység, akár étvágy étvágycsökkenés, fogyás, álmatlanság. Nyugtalanságérzés, nyomottság, alacsony hangulati fekvés, izadékonyság, fejfájás. Fontos megemlíteni, hogy a kanabisz használata az nem veszélytelen, hiszen a pszichotikus zavarokra hajlamos személyeknél elindíthat egy pszichotikus állapotot, amely nem biztos, hogy a szerletétele követően rendeződik. Tehát akinek a családjában szkizofrénia, pszichotikus zavarok előfordulnak, vagy az ő életében előfordult már ilyen, azok esetében nem biztos, hogy ajánlanám a szernek a kipróbálását, hiszen ezek tudják provokálni a további pszichotikus epizódoknak a megjelenését. Ami még nagyon fontos, hogy a serdülőkorban az agyfejlődés még zajlik, ilyenkor több kutatás is kimutatja, hogy jóval nagyobb káros hatása van a kanabis használatnak, mint később már felnőtt korban. A kutatások alapján elmondható, hogy minél korábbra toródik a kanabisznak a használata, annál nagyobb a rizikó, hogy valamilyen káros következmény lesz. Tehát a serdülőkori kanabis használat egyértelműen kedvezőtlenül hat az agyfejlődési folyamatokra és későbbi pszichés tünetek megjelenésének a gyakorisága megemelkedik. Az agynak az azon területein látható volumencsökkenés, tehát károsodás, amik eh, gazdagok ebbe a CB1 receptorba, ahová bekötődik a marihuánának a hatóanyaga, ilyen például a hipokampális területek, a ventromediális prefrontális kortex, az orbitofrontális kortex és az insula. Ezek az agyi területek eh, lényegesek egyébként a motiváció kapcsán, az érzelmszabályozás kapcsán, a döntéshozatal kapcsán, a tervezés-szervezés kapcsán, illetve a memória funkció kapcsán, tehát ezeken a területeken a hosszú távú erős használata a kanabisznak károsodásokat tud okozni. Arra is vannak kutatási adatok, hogy egy hosszabb távú abszinencia, tehát szerelhagyás követően valamennyire rendeződhetnek ezek a károsodott kognitív funkciók.